Lackó Levente nagyon szeret tanulni, a matematika és a testnevelés a kedvence. Matek az azért, mert most ugye sodokú versenyen voltam, meg most bejutottunk heten a területi döntőbe. És a matekból milyen feladatokat szeretsz? A teszteket, vagy amin gondolkodni kell? Amin gondolkodni kell. Tehát mondjuk egy jó kis szöveges feladat, az jöhet. Az jöhet, igen. Testnevelés? Hát, ugye mivel én kézilabdázok, ezért... Ez egyértelmű. Igen, ezért egyértelmű. Akkor te nem szoktál kérni felmentéstesi órán. Mi az, ami kevésbé megy, vagy kevésbé szeretsz? A rajz. Ehhez már kézügyesség kell, igaz? Igen. Tehát amit meg lehet tanulni, azt megtanulod. Igen. Mennyit tanulsz egyébként, hazamész, akkor hogyan telik a napod? Hát hazamegyek, tanulok egy olyan 3 órát körülbelül. A kikapcsolódást a tévézés és olvasás jelenti számára. Most a Pál utcai fiúkat olvassa, de szereti a krimiket is. Én nagyon büszke vagyok a többiekre, ezért vagyunk egy osztály. És akkor mondjuk mondtad, hogy heten bejutottatok most erre a döntőre. Hogyan készültök? Mindenki egyénileg, vagy azért össze is ültök? Összeülünk. És akkor, amikor megvan mondjuk egy eredményed, azt otthon anyáinknak megmutatod itt az osztályban, akkor gratulálnak a többiek? Igen, persze. És az osztály mondtad, hogy jó kis közösség. Szoktatok ilyen közös kirándulásokat, bulikat szervezni? Igen. Mit kell tudni az osztályfőnökötökről? Ki az osztályfőnök, aki így összetart benneteket? Dr. Király Józsefné. Akkor Zsuzsani, sok programot szervez nektek. Szeretsz egyébként kirándulni? Igen, nagyon szeretek. És a vizek mellé jártok inkább, vagy a hegyekbe? Mi a kedvenced, hogyha választani kell helyszínt? A hegyek. A földiként igaz, hogy ez nagyon egyszerű. Lesz még olyan verseny ezen kívül, amit említettél, amire mentek, mondjuk a sportban? Igen, a kézilabdában majd februárban megyünk. Tehát folytatódik a bajnokság. Igen. Hogy áll a csapatod? Nem kaptunk még ki soha. Ez az mit jelent, hogy heti hány edzés van? Heti 3 edzés van. És akkor, amikor elfáradsz, akkor hazamész, akkor zenét hallgatsz, vagy éppen szaladsz egyet az udvaron még? Igen. Melyik? Zenét hallgatok. És mit hallgatsz szívesen? Hát a basszust. Esetleg zeneiskolában nem gondolkodtál, hogy te is tanulsz valami hangszert, vagy az már nem nagyon férne bele? Tanultam, furuljáztam, de már nem. És mi leszel, ha nagy leszel? Kézilabdázó. Tehát mindenképpen profi szeretnél lenni, ezért is dolgozol? Igen. És akkor, amikor megnyeritek és fönt álltok a dobogó első fokán, akkor az milyen érzés? Nagyon jó. Kapus vagy irányító, vagy mi a szereped? Átlövő vagyok, meg irányító. Ó, hát akkor te nagyon jókat tudsz messziről is. Volt már olyan meccs, amikor mondjuk te is meglepődtél, hogy olyan messziről bedobtál egy és gól lett? Nem, hát ez nálam mindennapi dolog. Ja, hogy ez mindennapi dolog? És általában egy meccsen mennyi gólt szerzel? 10 körülbelül. Hát ez nagyon szép, akkor tényleg büszkék lehetnek rá a csapattársaid is. És akkor ilyenkor, mivel ünnepel a csapat, egy pizzát esztek, fagyit esztek nyáron, mi a jutalom ilyenkor? Hát mind a kettő. Mikor mi?